A három forduló után nyeretlen Zalaegerszeget fogadja, amíg veretlen DVSC a Nagyerdei stadionban. Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Szép játék. Milovanovic ki a kényszerítő, üres ember, Costa, nem jön be a csel, Korhut számított rá, ott a lövés, ez bizony már bent van. Vezet az Alágerszeg, és megint Skribek a gólszerző. Costa csele nem jön be, így lett gólpassz gyakorlatilag, Skribek pedig remekül megnézi a hosszú sarkot. És ami nem mellékes, oda is rúgja a labdát. De leginkább a debreceni csapatot. Skribek megint. Alapos passz, és egy óriási mentés aztán Kusnyírtól. Skribek gyűjtheti be. Nem ő, hanem végül Babati hozza el a labdát, aztán egy lövés, megcsúszik. Így veszélyes, jó a lövőcsel, és a lövés, Kosicki véd, nagyot is fölé megy az ismétlés. Dzsudzsák szöglete, hát a hosszúra, Korhut vissza, és nincs, aki berúgja olyan közelről, Varga esik el. Dzsudzsák beívelés. Szécsi csúsztat, ott az üres ember, egyenlít a Debrecen. Korhut a gólszerző. Szécsi remekül csúsztatta meg Dzsudzsák beadását. Ez nem gólpassz Dzsudzsáknak, de kulcspassz. Gergényi közben a bal oldalon. A hosszún üres ember, remek beadás, visszafejelt labda, Costa veszi át, és Kosicki véd egy óriásit. Cserél az Alágerszeg, Milovanovic helyett Gresda folytatja. Jön mellette Kusnyír, Pintér, ballal lő, megpattan, és így a felső részről visszajön a labda, így lett veszélyes. Scott Rangersben is játszott, Steven Gerrard irányítása alatt, azért ez sem rossz ajánlólevél, Soltész közben a labdával. Ugrai lő egyet, Demjén! Szépen építkezik most az Alágerszeg, Halilovic. Lassan lövőhelyzet, még mindig tologat, most a passz, Gergényi, laposan középre, két érkező is van, a második be is lövi. Gresda a hosszú saroknál. Halilovic, Gergényi, majd Gresda. Van-e még egy jó beadás Dzsudzsák lábában? Most már ez a kérdés. Ferenci, Ugrai, kapuval szemben, Ugrai még. Jó a csaj, ballal a lövés. Jön az újabb szöglet, most a hosszúra. Visszaemeli Korhut, ott a fejes, és a lövés, Ugrai nem találja el.